Közlekedés és közbiztonság, többnyire ezekkel kapcsolatos észrevételek és kérdések hangzottak el a halasi közmeghallgatáson. Fejesné Mikó Brigitta a belvárosban a buszmegállónál lévő vendéglátóhely környékén tapasztalható állapotokról beszélt. Az ott lévő csendháborítások, a folyamatos bulik, a zörgések, a szagok, minden. Tehát, már bocsánat, az összes hajléktalan ott fordul meg, a kerítés tövébe végzi el a dolgát. Tehát úgy gondolom, hogy én nekem ezt nem kéne eltűrnöm. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban mit fognak tenni? A probléma nem ismeretlen a számunkra, és hát a polgárőr, az új polgárőr egyesület létrehozását is azért kezdeményeztük, hogy megpróbáljunk úrrá lenni azon a közterületi helyzeten, ami kialakult itt, hát leginkább ennek a csárdának a közelében. Mi, mint önkormányzat igyekeztünk korábban tárgyalni ennek az ingatlannak esetleg a megvásárlásáról, azzal a céllal, hogy egyébként ebben a formában megszüntessük azt a működést, ami ott zajlik, de sajnos nem tudtunk kezet fogni a tulajdonossal. Nagy István többek között az 53-as főút és a Batthyány utca jelenlegi forgalmi rendjéről szólt. Ezt a forgalmi rendet az önkormányzat meg tudja-e tartani esetleg akár bérlettel, akár bármivel, addig én még ott, hogy eredetileg körforgalom, vagy végleges forgalomi irányító lámparendszer nem fog kialakulni. Nagyon szükség lenne rá, nagyon szeretnénk, ha a felüljáró vagy az átlós út átadásával ez maradhatna. Lámpás kereszteződést úgy tudunk csinálni a Batthyányira, hogyha megcsináljuk a Vasút utcán is. Mert van egy olyan jogszabály, hogy biztosítatlan gyalogátkelő nem lehet két lámpa között, nem tudom, 800 méteres körön belül. Márpedig a Vasút utca az maradna. Tehát nem elég megcsinálni a Batthyányit, most az, hogy ez ideiglenes, így engedték, de alapvetően állandó megoldásra csak úgy lehet megcsinálni, hogyha a másik felét is megoldjuk. Ez együtt okoz már több száz millió forintos beruházás igény, csak a lámpázás esetén. A körforgalom szerintem az a legjobb forgalomszervező, és ha egyszer megépült, akkor onnantól kezdve az már nem is kér fenntartási költségeket szembe a lámpával. De a körforgalom helyzete meg a Batthyány is kereszteződésben még nehezebb, mert ott van egy gázátadó is, és hát ingatlanokat is ki kellene sajátítani ahhoz, hogy egy valódi kamionokat befogadó, mint a Tesco-s körforgalom, gyakorlatilag egy akkorát kellene elhelyeznünk ugyanide, hát azért az egy hatalmas építmény. Csontosné Cirko Katalin a lakása előtti két problémás fa miatt kért segítséget. Seres Sándor több témát is felvetett. Társasházak állapota, az illemhely kérdése, a járdák állapota, a galambok túlszaporulata, a művelődési házak ügye és a városi csapadék elvezető csatorna problematikája. Hát egy kicsit többet foglalkoznék a társasházakkal kapcsolatosan. Valamennyien látjuk, hogy egyre rosszabbak a társasházak külső állapota, mondhatnánk az egésznek az állaga. Sajnos ezre közre játszik az is, hogy nincs megfelelő pályázati lehetőség. Ugye kivonult az önkormányzat is a pályázatok támogatásába, de az állam is. Nagyon szűk területen pályáztat. Fülöp Róbert polgármester válaszában jelezte, hogy ősztől újra indulhatnának az egyeztetések a társasházak képviselőivel. Ónodi Orbán Lászlóné a buszállomásnál lévő közlekedéssel kapcsolatban fogalmazta meg aggodalmait. A közlekedés egyszerűen szinte lehetetlen. A zebrák olyan közel vannak az útkereszteződéshez, hogy nemhogy a gyalogos nem mer már lassan átmenni, mert igaz, megáll az autó, de úgy szidja, mint a bokrot, de az autó vagy megáll a zebrán, és úgy néz szét, hogy ki mehet-e, például ugye a kórház felül, vagy ott áll 10-15 autó, főleg a forgalom, csúcsforgalomban. Tehát nem tudom, hogy ezzel tetszenek-e tudni majd valamit kezdeni, megfigyelni, vagy egyáltalán, mert ha ez hosszú távon, ha egy busz mégis bekeveredik, na hát arról már ne is beszéljünk, ott nem lehet megállni, ott olyan füst van. Szerintem a tehermentesítő utak kérdése az, ami ezt kezelni tudja, van engedélyes tervünk ezekre,
forrást kell találjunk rá, ahol lehet és ahogy tudunk, próbálunk úrrá lenni ezen, mert érzékeljük mi is azt, hogy főleg iskolaidőben, főleg a reggel 7-8 óra között, délután 4-5 óra között szinte már autóval élhetetlen a város, és valamit kezdenünk kell ezzel most már nagyon gyorsan, hogy kikeveredjünk ezekből a közlekedési anomáliákból. A közmeghallgatáson résztvevőknek írásban is megküldik a válaszokat.